Miután Szilvi beül a taxiba, a saját élete elől próbál elmenekülni, illetve az esküvő elől, mert azt nem szeretné, és aztán útközben improvizál, hogy hol szeretne kiszállni. Régi szerelmeknél mindenféle ilyen állomások vannak, megpróbálja megoldani az életét, amit félbehagyott, azt szeretné rendezni, de ezek a helyzetek ugye nem úgy működnek, ahogy ő ezt elképzelte, sőt, talán nem is képzelte el sehogy sem, csak úgy improvizál. És mellette van ez a taxis, Petya, illetve mellé ül be, és Petya megpróbálja egy kicsit kirángatni ebből az állapotból, de nem nagyon sikerül neki. Aztán a film közepén, amikor Petyáról is kiderülnek dolgok, akkor már a lány is egy kicsit ki tud penderülni ebből az egoista énjéből, amit addig magával hordoz. Hiába a 30-asok, a főszereplők azért kicsit úgy viselkednek, mintha 20-asok lennének. Talán nem merünk olyan hamar elköteleződni, és az elköteleződéstől való félelem, meg az, hogy egyszer csak nem lesz helyzet, vagy nem lesz lehetőség a változtatásra, az ilyen furcsa, gyerekes helyzeteket szül.